A tévében milliók nézik estéről estére, de színpadon viszonylag kevesen látják. A barátok közt Vili bácsi, a Várkonyi András ritkán látott arcát mutatta be az újpesti nézőknek. Várkonyi András önálló estével lépett fel az újpesti polgárcentrumban, ami nem is volt annyira önálló, hiszen a műsorban lánya, Várkonyi Andrá volt a sztárvendég, aki szintén színész. Nagyon, nagyon. Hát azért mi nagyon sokat szoktunk hülyéskedni, meg viccelődni, dolgozni, nem? Tehát azt hiszem, hogy mi nem is nagyon kerültünk még össze. Kerültünk már össze? Hát szinkronban előfordult, meg hát egy-két fellépés, azt hiszem kettő volt összesen a nem tudom hány év alatt, nagyon ritkán jön ez össze. De ha már összejött, nagyon örülnek neki, és bár kellően kritikusak egymással, azért természetesen drukkolnak is a másiknak. Én büszke vagyok rá, és mindig szeretem, hogy dolgozik, de ugyanakkor bennem van a drukk is, hogy ne roncson, hogy minden jó legyen, hogy a torka rendben legyen. Most úgy rendben volt minden, hál' Istennek, úgyhogy örültem neki. Nagyon örültem most is, hogy hallottam, hogy azóta is fejlődött apu egy csomót, mióta utoljára hallottam. Tehát ez tök jó, hogy kigondolnám, hogy az ember élete végéig azért tényleg bármire képes. Ha pedig túlságosan megbomlott volna a munkamorál, volt, aki rendet csináljon. Nem voltam nagyon szigorú. Hát azért félő volt, hogy egy kicsit elkomolytalankodjuk majd a próbákat, tehát oda kell lecsapni az asztalra. Persze ez azért az apa estje, aki népszerű kuplékat, paródiákat és saját szerzeményű dalokat is előadott az újpesti nézőknek. Szerkeszteni is kellett a műsort. Azért egy idő után rájönni, mi az, ami jobban, nem a jobban, mert jobban áll neki. Tehát az ki kell, hogy derüljön egy pár év alatt, és hogy újabb és újabb számokat teszek be, újabb és újabb számokat hagyok ki. Tehát nagyon fontos a szerkesztés, és még az utolsó pillanatban is, amikor az ember meglátja, hogy milyen a közönség, még ott is megpróbál valamit. És hiába nézik milliók estéről estére a népszerű sorozat Vili bácsiaként, a színpadot, a személyes találkozást a nézőkkel, a közvetlen visszajelzéseket nem pótolhatja semmi. Itt tudni, tényleg találkozom a közönséggel. Itt csak, mit tudom én, 80 emberre, vagy hányan találkoztam személyesen, de hát a televízión keresztül ott milliókkal, de hát az nem, ott nincs feedback, ugye, amiről már szó esett, hogy végül is nincsen szemkontakt, nincs tapskontakt, ezeket mind csak a pódiummal lehet tapasztalni. A publikum egy része, tám még itt is a kissé esetlen, de jóságos nagyapust várta. Ők valószínűleg kellően meglepődtek. Nem is számítottak arra, hogy ugye általuk a televízióból ismert szereplő, az végül is egy tapasztalt öreg róka, és egy csomó mindent azért tud a szakmáról, nem csak azt, ami látható a tévében. A színész a nóták nagy részét Borról szóló lemezéről énekelte, így nem meglepő, hogy Várkonyiék nem vetik meg elemes nedűt. Én a száraz vörösbort szeretem, mostanában kezdtem rozézgatni. Van 100 tő szőlőn Pilisvörösváron, nem mondom, hogy mindig jó termésem van, inkább általában rossz van, de akkor hozzá vásárolok jó helyekről szőlőket, és akkor a bort mindenképpen én csinálom. Azt ugyan tudja a fél ország, hogy milyen apa a Szappanoperában Vili bácsi, de vajon Várkonyi András szigorú apuka volt-e? Nagyon sokat hülyéskedtünk, meg játszottunk, meg nagyon brutális meséket tudott így összehozni nekünk, de nem volt az a klasszikus mesélő apuka, és saját meséi voltak, azt hiszem 2 darab, mert évekig tartott, még egyet elmeséltünk, elkezdtünk nevetni, akkor ugye abba hagyta. Tehát nem volt könnyű, de a fontos dolgokban meg igen. Tehát szigorú volt. Abban az időszakban, amikor ők kisgyerekek voltak, én nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat jártam vidékre, és hajnalok hajnalán keltem, hóba, fagyba, sárba, mindenbe. Eléggé zaklatott életet éltem, és valóban nem volt túl sok időm rájuk. És az a fajta harmónia, ami mostanában kezd már bennem megülni, annak nyoma nem volt abban az időben. Tehát egy kemény, nagy, olyan meló volt, amilyen melót mostanában csinálnak nem csak a színészek, hanem az énekesek, tehát ennek a tágabban vett szakmának a képviselői. Azt én már akkor csináltam. És hát sajnos ugye nem jutott annyi a család, amit kellett volna. Szigor ide vagy oda, a szülői rosszallás ellenére Andrának egyértelmű volt, hogyha nagy lesz, színésznő lesz. Igazából 9 évesen döntöttem én ezt, amikor Nyomorultakat megnéztem, és akkor azt mondom, hogy ezt akarom csinálni, meg hát ezt nem lehet tudni, hogy most, hogyha engedték volna annak idején, lehet, hogy nem ezt csinálnám, de ugye annyira tiltott dolog volt, hogy talán ez is még ugye tiltott gyümölcs, az mindig. Hát igen, mert ugye én tudtam, hogy ez mit jelent, én tudtam, mit jelent ez
vesződtségben, nagyon sok mindenben, amit én ugye belülről már láttam. Szerettem valahogy ettől megkímélni. Minden trükköt bevetettem, úgyhogy valahogy, de hát ezek szerint meddő volt az erőfeszítés. Várkonyi Andrea!